Védőoltással egybekötött tanácsadásra hozták szüleik ezeket a kicsiket dr. Újhely János nyíregyházi rendelőjébe. A gyermekorvos, ahogy több tízezer egészségügyben dolgozó kollégája is megkapta azt a kérdőívet, amelyet a szakállamtitkárság küldött nekik az elmúlt hetekben. A véleményüket várják a rendszer megújításához, hiszen, mint közölték, a koronavírus járvány több olyan lépés meghozatalára kényszerítette az ellátást, amelyek felhívták a figyelmet a sérülékeny pontokra. Az érintetteket a munkakörülményekről kérdezik, felmérve a pillanatnyi helyzetet. Ki milyen feltételek között végzi az alapellátó orvosi tevékenységét? Ugye az egész országban sokrétű ez a helyzet, ez a körülmény a rendelők vonatkozásban, a felszerelés vonatkozásban és akár a kisegítő személyzet vonatkozásában. És ezek a kérdések erre vonatkoztak. Tehát, hogy milyen rendelőbe, milyen tulajdonú rendelőbe, azoknak az állapota milyen, a felújít, mikor történt felújítása, és a másik kérdéscsoport pedig a rendelő felszereltsége iránt érdeklődtek. A munkához ugyanis korszerű műszerek szükségesek, tette hozzá több mint 40 éve praktizáló doktor, aki ez idő alatt több az alapellátás rendszerezését célzó reformot is megélt már, de mint mondta, egy sem fejeződött be közülük. A mostani kérdőívezés is azt szolgálja, hogy otthon a legjobb körülmények között gyógyulhassanak a betegek, és házi orvosuknál kezelhetőek legyenek, ne kelljen problémáikkal szakrendelőbe, kórházba menniük. Ehhez elmondása szerint megfelelő eszközrendszer, szakszemélyzet és finanszírozás is szükséges. A szakember beszélt arról is, hogy szervezési változások is jöhetnek az ágazatban, hiszen az elmúlt időszakban megkérdőjeleződött, hogy a folytatásban is az önkormányzatok felügyeljék, koordinálják-e az alapellátást. A terület változásai között említette azt is, hogy egyre gyakoribb a praxis közösségek létrehozása. Én úgy látom, hogy ez a jövő végül is, nem az egy orvos, egy rendelő elv, hanem a praxis közösségeké, és meggyőződésem, hogyha összejönnek ezek az információk kormányzati és orvosi kamara szintről, akkor egy bölcs döntést fognak hozni, és nem csak beszélnek róla, hogy az alapellátás helyzetbe kerül, hanem ez meg is fog történni, hisz ez mindenkinek érdeke. A közelmúltban egyébként az orvosi kamara is végzett egy erre irányuló felmérést. Újhely János szerint akkor születhetne valódi megoldás, ha a két adatgyűjtés eredménye találkozna és együtt valósulna meg. A cél egyértelműen az, hogy hatékonyabban működjön az egészségügyi ellátás.